hagyományos. A vetőmag a magyar mezőgazdaság csúcsterméke. Benne van minden hagyományunk, tapasztalatunk, tudásunk, melyre méltán büszkék lehetünk. Ezzel a gondolattal nyitotta azt a sajtótájékoztatót Nagy István agrárminiszter, melyen bejelentette, 460 millió forinttal emelik meg a Szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. Tőkeállományát. Ebből 300 millió forintot arra fordítanak majd, hogy korszerűsítsék a vetőmag üzemet. Nagy István kiemelte, a gabonakutató stratégiai szerepet tölt be a magyar gazdák vetőmag ellátásában. Emellett jelentős a vállalat exportja is. A magyar vetőmag szerte a világon híres. Az export teljesítményünk is olyan, hogy hol másodikak, hol harmadikak, hol ötödikek vagyunk a világon. Ezt a pozíciót meg kell őrizni, viszont a verseny óriási. A kihívások is nagyok, versenytársaink is nagyon intenzíven fejlesztenek. Azt a döntést hoztuk a minisztériumban, hogy ahhoz, hogy a piaci pozícióinkat meg tudjuk őrizni, ahhoz 460 millió forintos tőkeemelést hajtunk végre itt a gabonakutatóban, hogy mindezt a szellemi potenciált, azt a genetikai értéket, amely itt az 95 esztendő során ebbe a kutatóintézetbe előállítódott, felmerült, azt meg tudjuk védeni és tudjuk fejleszteni. A beruházás nem csak hazánkban, hanem a nemzetközi piacokon is komoly perspektívát jelent. E 460 millió forint az elkövetkező 10 év során ahhoz fog hozzájárulni, hogy meg ötszöröződjön az itt előállítandó vetőmagnak a mennyisége. Oly mértékben járul hozzá vetőmag exportunk a magyar nemzetgazdasághoz, hogy méltó a fejlesztése. Nincs jobb forrás lehetőség, beruházási lehetőség ma, mint az, ha vetőmag előállítást támogatjuk, mert sajátos magyar érték, itt a Kárpát-medence környezetében kialakuló genetikai érték, szerte a világon óriási kincs. Ami az autóversenyzésben a Forma 1, az a mezőgazdaságban a vetőmag előállítás. Hangsúlyozta a sajtótájékoztatón dr. Gyurica Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatója. Kiemelte, hazánk a vetőmag export tekintetében különösen fontos szerepet tölt be. Többet értékesítünk a külpiacokon, mint ami a belföldi forgalom. Nagyon kevés ilyen ország van a világon, és ez is az oka annak többek között, hogy Magyarország az elmúlt években, de az évtizedekben is talán mindig a top 5-ben volt benne, tehát az 5 legjelentősebb vetőmag előállító forgalmazó országok között, ami egy óriási teljesítmény, hiszen azért itt olyan országokkal vagyunk egy klubban, mint az Egyesült Államok, vagy Hollandia, vagy Németország, vagy Franciaország, ami egy olyan eredmény és olyan teljesítmény, amit megőrizni is kötelességünk, és egyúttal egy nagyon komoly feladat is, és feltételezi azt, hogy tartsunk ezzel lépést, és azzal a dinamikus fejlődéssel, ami jellemző a mezőgazdaságra és azon belül a vetőmagágazatra is, folyamatos fejlesztéssel próbáljunk szintet tartani és lépést tartani. A magyar kutatók munkáját már a világ számos pontján ismerik és elismerik, azonban az export még nagyon sok lehetőséget rejt. A piacai nagyon sokrétűek, részben a közép-európai, közép-kelet-európai piacok nagyon fontosak, a V4-ek még további fejlődési lehetőséget, fejlődési irányt jelentenek, de Kelet-Európában a volt szovjet köztársaságokban nagyon jelentős export irányul, és ami új terület, az Európán kívüli piaci lehetőségek, akár a Távol-Kelet, akár Afrikában megjelenünk. Most már két új kukoricafajtánkat is elismertettük az afrikai kontinensen, ami egy óriási eredmény, hiszen egy milliárdos piacot jelent Magyarország számára, és nagyon jó fajtáink vannak, amelyek az ottani körülmények között is alkalmazhatók. Tehát mondhatom azt, hogy szinte korlátlanok a lehetőségek, és megvannak azok a fajtáink, megvannak azok a tulajdonságokkal rendelkező magyar alapanyag, genetikai háttér, ami följogosít bennünk arra, hogy piacszerzés céljából akár az Európán kívüli kontinenseken is eredménnyel, sikerrel tudjunk megjelenni. Wagner József, a Szegedi Gabonakutató ügyvezető igazgatója, mérföldkőnek nevezte ezt a beruházást a cég életében. Gyakorlatilag egy teljesen új gyártósort fogunk telepíteni a kiszamori vetőmagüzembe, a jelenlegi 3 gyártó földolgozó sor mellé. Egy korszerű üzemegységet kell elképzelni, ami teljesítményében, illetve minőségben azért fölül fogja múlni a jelenlegi gyártósorokét is. Ennek egy nagyon komoly hatása van mind a földolgozás sebességére, mind az összvolumenre, amivel a gabonakutató innentől kezdve, amint az első pillanattól kezdve munkába állítható, akkor a gabonakutató nyilván azzal tud már a piacon megjelenni,
mind a belföldi, mind pedig a külföldi piacokon, illetve adott esetben, mivel erre rendszeresen igény jelentkezik, szolgáltatás formájában tudunk még akár többletbevételre szert tenni, ami gyakorlatilag mondhatom azt, hogy a gyártós sor elindulásától kezdve automatikusan jelentkezik is. A fejlesztésnek köszönhetően 10 év alatt 5-szörösére nőhet a gabona kutató exportja. Ami nagyon rendkívül népszerű a keleti piacokon, az a korai, szuperkorai tenyészedés csoportba tartozó kukorica hibrid portfólió. Nagyon jelentős forgalmat bonyolítanak az exportpartnereink. További igények jelentkeznek olajos növényekre, napraforgó, illetve repce tekintetében. Ebben természetesen már történtek értékesítések, és a helyi tapasztalatok alapján szintén bizakodóak tudunk lenni, illetve azok a kalászos növények, növényfajok, amelyek kifejezetten jól bírják a különböző nehéz körülményeket, tehát azokat a termőhelyeket, ahol akár talaj, akár az ökológiai egyéb viszonyok tekintetében csapadék és így tovább, tehát hosszú lista. Ezek tekintetében kifejezetten ellenállóak, és azokban az országokban, ahol nagyon nagy fajsúlya szerepel az állattenyésztés és a takarmánytermelés, ott nagyon nem mindegy, hogy egyrészt mi az a hozam, amire tudnak számítani, és azt milyen beltartalmi paraméterekkel teszik meg. Ilyen tekintetben úgy gondolom, hogy a kalászos növényeink egy jelentős csoportjának is van jövője ezeken a piacokon. A tervek szerint a beruházás augusztus végére készül el, és a kutatók munkáját, annak a szellemi tőkének is a hírét viszi majd, aminek a bázisa a Szegedi Gabonakutató.